pofázott. De volt rajta egy gyapjú, gyapjusál, azt lefogta a fülivel a sipka, a bocskai sipka, azon felül még a pokrót, a ágytakaró, azt ugye szíjjal kötöttük át magunkat, így meneteltünk. Csak a szemünk látszott ki az arcunkból, mert utoljára, akinek lefagyott az orra száll, nem lehetett a szabadon, olyan hideg volt. Bementünk ott egy nagy malomépületbe, részeg volt az ezredes parancsnok, ottan bementünk, hogy adjon ki legalább kesztyűt egy pár köteggel, hát nincs kesztyűk az embereknek, majd megfagynak. Nem lehet itt semmit se, stb. Ott a végén az egyik őrmester megkönnyörült, és egy tucat kesztyűt, ilyen honvéd kesztyűt, egyszerű birkabajr kesztyűt adott nekem, abból egyet, egy párat magamnak, a többit gyorsan kiosztottam. Kimentünk, nem mentünk el, 50 méterre fölrobbantották és főgyújtották az egész raktárt. Ott volt konzerv és volt egyéb is, tehát alá volt aknázva, és amikor oda került a sor, hogy hát bele is a magyar tiszteknek volt a bűne, mert ha odaértek a katonák, nem engedtek, hogy hát élelmed vár legyen ott fel, inkább a levegőbe küldték. 9-et magammal bementem egy élóba, tehát ilyen élelmiszeret ellátó oszlophoz, ahol vajhegy volt. Hát ha azt mondom, hogy háromszor akkor, mint ez a szoba, akkor nem mondok keveset, így össze volt tunkolva. És azt már másfél órával vagy két órával hamarabb a magyarok átadták nyugta ellenében a németnek. És a német meg ott állt a géppisztolyjal, és az Istenek nem engedte be. Na hát elzavart minket, mert hát tényleg lőtt volna. Nem mentünk el 2 kilométert, egy ilyen dombra fölkapaszkodtunk, úgy valami meglobogtatott. És nézek hátra, egy valami iszonyatos nagy füstkarika száll az égnek, utána bum, jön a detonáció. Hát fölrobbantották az élót. Németek fölrobbantották, meg fölgyújtogattak mindent, hogy annak az orosznak sem maradjon, ha mi hátunk meg, és én is. Csak az égő raktárt találtuk, mert olyan civileket, akik ottan ugye próbálták menteni, amit lehet. Hát ugye őnek is szükség lett volna az élelemre, tehát hozzányúlni nem lehetett. A lovaknak se volt mit enni. Sokszor, ahol odaértünk a valami faluba, találtunk ilyen nátetős épületét, annak a tetejéből vettünk, azt hitték. Vagy faágakat. Ha megkötöttük egy fához, reggelre elrágta. Jelentették az embereim, hogy ég már az az egész raktár, ahol. Tegnap este voltunk, hamar oda rohantunk, de hát már csak akkor a vörös keresztes csomagokat találtuk, amihoz még hozzá lehetett férni, hamar kiszedtünk egy csomót, elrendeltem, hogy mindenki kiszedi a 2 decis vagy ilyen kis rumos üveget, felmutatják nekem, és az én vezényszavamra úgy csinálnak, mintha az kézigránát lenne, szabályos béke gyakorlatot tartottunk, kézigranát, dobáshoz kész, akkor beálltak, dobás, dobták az üveget. Mondtam, ezt azért csináltam veletek, nehogy megígyátok, mert úgy jártok, mint akiket tegnap láttunk. A pálinkás hordókba belelőttek, vastag sugárban jött ki a pálinka, a hóba belehasaltak a katonák, úgy itták a pálinkát. Mire odaértem arra már, ugye nagyobb része teleszívta magát. Ugye ordítok rájuk, hogy marhák, mit csináltok itten, hiszen megdögletek ettől a pálinkátok. Arra már késő volt. És akkor ugye nem éreztem, mert a pálinkának olyan, hogy erőt adott neki, hogy jó kedvet minden is, mikor ugye mentünk, mert akkor éjszaka is menni kellett. És akkor mondtam nekik, hogy a szátokat be ne fogjátok, ordítsatok, kiabáljátok, énekeljetek. De hát ugye a pálinka befogta a szájukat, és eltompította őket egy idő múlva. És ezek az emberek nagyobb részben kiestek a sorból, és ugye 35 fokos hidegben ott maradtak. Még leitta magát, és elálmosodott, és leült a hóba, az ott megfagyott. A másik nem tudta vinni, mert az egész társaság le volt gyöngülve, és nem is volt egészen normális, szóval a sok szenvedéstől, nem alvástól, több napos nem alvástól, és a megpróbáltatásra nem volt egészen rendben az ideg rendszere. Nagyokat ivott, leült, és megfagyott. A saját nagybátyám itt lakik nem messze tőlünk, de már meghalt. Ez is ott volt én velem. És ugye ez is ívott a pálinkápuk. Ugyanúgy, mint a többi. És még
már kiesett a sorból, hogy nem tud menni, kötötték a szányra, a szányon meg fegyverek voltak, a fegyverek meg voltak fagyva, aztán hegybe tették, betakarták, úgyhogy pakrócok voltak, betakarták, de viszont a fegyvercsövek derestek voltak, és az oldalborták elfagytak. Úgyhogy itthon ki kellett szenni neki minden oldalbortáját, és egy rövid idő után, mondjuk 12 évig még itthon oldalbortani, hát voltak oldalborták csinálva neki.